Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, az én galériám, és ezen a felvételen, illetve felvételeken fogom nektek mutatni azokat a képeket, festményeket, ami nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy ez abból jön, hogy én korábban becsüsként dolgoztam a Bizományi Áruház vállalatnál, és így kapcsolatban vagyok ezekkel a szép dolgokkal, festményekkel és régiségekkel. Ezen a felvételen szeretnék nektek egy festőt bemutatni, egy francia festőt a rokokó időből. Mit jelent ez a rokokó időszak? A rokokó az egy ilyen spét barokk időszakot is jelent. Ez a rokokó stílus, ez így a 1720-as években kezdődött, és úgy tartott 1770-ig, 1780-ig, különösen Franciaországban, Olaszországban és Németországban. Rokokó az annyit jelent, hogy egy ilyen játszadozó, könnyű stílus. Rokokó jelenti a kagyló díszt is, mert ezen a stíluson ez az ornament mindig megjelenik. Az a francia festőművész, akit nektek most ezen a felvételen be szeretnék mutatni, nem más, mint Jean-Honoré Fragonard. Ő 1732. április 5-én született Franciaországban. 6 éves volt, amikor a szüleivel Párizsba költözött. Később ő ügyvédnek tanult egy ügyvédi irodában. És ott, ahol ő tanult, ez az ügyvéd azt ajánlotta neki, hogy jobb lenne, ha a művészettel foglalkozna. Később úgy is alakult, hogy ő ezt kitanulta, és pályát változtatott. Tehát maradt a művészetek területén. Egy utazás Olaszországban segített abban, hogy ő annyira el volt ragadtatva az olasz természettől, a vidéktől, hogy ez őt nagyon inspirálta. Később visszakerült Párizsba, tagja lett a Királyi Művészeti Akadémiának, és díjakat is nyert a festményeivel. Őt úgy nevezték, hogy ő az arisztokratáknak a festője. Az utolsó, mondhatnánk így is, rokokó művész. 1806. augusztus 22-én hunyt el, később feledésbe merült. Majdnem fél évszázad kellett ahhoz, hogy a festményeit újra csodálták, és ezt mutatom nektek, és most átvezetlek benneteket ebbe a galériába. És így szeretném mutatni nektek az ő művészi alkotását.
Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!